A világban élő körülbelül 7 milliárd ember többsége szinte minden nap valamilyen kapcsolatban van a Vöröskereszttel. Néha talán észrevétlenül is, de egy ismerősünk vagy családtagunk már biztos adott vért, vett részt elsősegély tanfolyamon, vagy látogatta meg önkéntes. A Vöröskereszt világnapját az egész világon május 8-án ünneplik. Ezen a napon a közösség erejét, embertársaink segítőkészségét ünnepeljük. 17 millió. Ennyi Vöröskereszt önkéntes és 80 millió tag lép kapcsolatba családokkal, barátokkal világszerte. Magyarországon a szervezetnek 40 ezer önkéntese van. Gurán Elina elmondta, Szabadszatmár-Bereg megyében ez a szám eléri a közel 10 ezeret. Ezen a napon ünnepeljük az alapító, Henri Dunant születésnapját. Azért fontos számunkra ez a nap, mert ő volt az az ember, aki elindított egy eszmét, egy mozgalmat, hogy nem hagyunk hátra sérültet sem a csetamezőkön, sem pedig máshol, és ott segítünk, ahol a rászorulókon tudunk. Ezt mindenféle nemzetiségre tekintet nélkül tesszük. A világnapon köszöntik évről évre azokat a Vöröskereszt tagokat és önkénteseket, akik évek óta segítik áldozatos munkájukkal a rászorulókat. Azért vásáros nemény ad most helyszínt ennek a rendezvénynek, mert fontosnak tartjuk, hogy minden évben egy-egy másik területre vigyük el ezt a rangos eseményt, ezt a rangos megyei eseményt, amelyik nem csak itt Szabolcs megyében, hanem az országban is, minden országban, ahol Vöröskereszt működik. Ezen a napon ismerjük el azokat az önkénteseinket, segítőket, hivatásos munkatársakat, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ez az eszme, ez az elv meg tudjon valósulni. Nagy meglepetés érte a Szabadszatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét. Baracsi Endre évek óta segíti a Vöröskereszt munkáját, véradásokat szervez, és ő maga is rendszeres véradó. Hosszú-hosszú évek óta lényegében, amióta adhatok vért, én részt veszek az önkéntes véradásokon, folyamatosan figyelem azt, hogy akár internetes felületen is, hogy éppen hol van véradás, nézem azt, hogy mikor jár le az a egészségügyi határérték, ami után ismét el lehet menni vért adni. És nagyon örülök annak egyébként, hogy valóban, hogyha véradásra járva rengeteg emberrel ismerkedhetem meg, és rengeteg emberrel találkozhatom, mert ezzel azt erősíti meg bennem is, hogy bizony sokan akarnak és vesznek is részt ebben a gyönyörű feladatban. Új barátok és értékes kapcsolatrendszerek kialakítása, nemzetközi tapasztalatszerzés, és még számtalan érv az, amiért érdemes önkéntesnek lenni a Vöröskeresztnél, hangzott el a rendezvényen.